Szevasztok, Rikári Vlog. Valamelyik nap a vonatról indítottam a Rikári Vlogot, most pedig akkor az autóbuszról, mégpedig innen a 144-esről, egy ilyen elég furcsa járású kocsiról, valami hibrid vagy mi a fene. Minden megállóba leáll a motor, nem tudom, hogy dízeles, vagy villany, vagy akus, vagy micsoda, de minden megállóba leáll a motor. Aztán utána, amikor elindul a busz, akkor újra indul, akkor elveszi egy kicsit a nyomatékot. Most nem tudom, hogy ezt direkt így kell vezetni, vagy ezt automatikusan csinálja, de olyan elég furcsa a járása ennek a busznak. Na, minden esetre egy érdekességet szeretnék nektek bemutatni, és egy körbetekintőt szeretnék megcsinálni. Itt a Rákos Szent Mihályra megérkezve, egyébként nekem itt most arra kéne mennem, mert ott van programom, de most egy kicsit egy utca sarkot tovább megyek, és egészen mást fogunk megnézni, mert hogy Rákos Szent Mihálynak is elég érdekes a közlekedés története, és itt egy bizonyos teret fogunk megnézni, méghozzá nem is akármit, nevezetesen a Pálffy János teret. Ugye Rákos Szent Mihály egyébként annó puszta Szent Mihály volt, nem véletlenül hívták így, mert hogy tulajdonképpen ez egy puszta volt, különböző környékbeli településekhez tartozott, sokáig Cinkotához, aztán a 19. században Csömörhöz, és hát nem volt túl nagy lakossága, tehát még a 19. század elején is csak valami 300 fő lakta, annak ellenére, hogy egy viszonylag nagy területről beszélünk, és akkor itt most nem ütetjük el magunkat az autóval, csak majdnem. És hát aztán ugye, mivel Budapestnek szüksége volt a munkás kezekre, a dolgozóknak, meg a polgároknak, meg valahol lakniuk kellett, ezért ugye a város terjeszkedett az elővárosok felé. Ugye tudjuk, hogy akkor ez még ugye nem tartozott Budapesthez, Budapest határa nagyjából a körvasút vonalában, illetve itt, illetve a Nagyiccei hévállomás környékén haladt. Úgyhogy ez egy teljesen kihasználatlan külterület volt tulajdonképpen, és mivel a termőföldje sem volt túl jó, ezért a földtulajdonosok, a birtokosok szívesen parcellázták föl a telkeket, ezzel, vagyis a területeket, ezzel egy ilyen win-win szituáció alakult ki. Ugye lettek házhelyek, lettek építési telkek, a földbirtokosok pedig megszabadulhattak a rossz minőségű földjeiktől. Na és akkor nézzünk ide, itt egy ilyen elég furcsa kialakítású kereszteződést látunk. Ugye ez itt a Rákosi út, itt közlekedik, nem Rákosi Mátyásról nevezték el, hanem Rákos vidékén halad keresztül. És egy ilyen elég furcsa kereszteződés, látjátok, van egy ilyen szervizútszerű kanyarodó sáv, hát ez a sáv, ez nem véletlenül van itt. Gondolom kitaláljátok, akik közlekedés történetben járatosabbak, tudhatják, hogy itt bizony vasúti vágányok futottak, nevezetesen a Rákos Szent Mihályi hév vágányai. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Ugye ebben a kis utcában, ami most már ilyen forgalomcsillapított 30-as zóna, ebben az utcában halad bizony a hév. Hát nem úgy kell elképzelni azokat a héveket, mint a mostaniakat. Nem olyan nagy szerelvények közlekedtek. Ezek ilyen kis villamoshoz hasonló kocsik jártak az ilyen vonalakon főként, de ne menjünk még egyszer, mondom, ennyire előre, mert hogy itt nem csak hév közlekedett, hanem még korábban bizony egy lóvasút is, és annak a lóvasútnak ezen a kis téren volt a végállomása, nevezetesen a Pálffy János téren, itt az Ilona utcából határolja egyik irányból ezt a teret, és akkor most ezt a teret fogjuk megnézni, és közben mesélek nektek ezekről a közlekedés történeti dolgokról. Ugye a 1888-ban megépült a Gödöllői hév első szakasza, ez a keleti pályaudvar, ugye Kerepesi út és Cinkota közötti szakasz volt, akkor még
gőzvontatással, és közben itt nézzük a teret, látjátok, ilyen jó kis kiülők vannak, árnyas fák, játszótér, és ilyen kis kondiparkszerű történet. Szóval 1888-ban épült ki az első szakasza a hévnek, és akkor még csak cinkotáig vezetett és gőzvontatással, de aztán folyamatosan hosszabbították az 1900-as évek elején. Hát most fel nem tudom idézni, de azt hiszem, hogy 1911-ben érte el Gödöllőt, és akkor, akkoriban történt meg a villamosítás is. Egyébként ugye ez a terület, ami elkezdett dinamikusan fejlődni, mondván, hogy ugye itt a parcellázások történtek, ugye ez is közlekedésért kiáltott, közlekedést igényelt, és hát az lett a megoldás, hiszen akkor még az előbb említett Rákosszentmihályi hév az nem létezett. Akkor úgy oldották meg ezt a történetet, hogy itt a helyi, tulajdonképpen helyi polgárok, birtokosok, iparosok összefogva gyakorlatilag alapítottak egy lóvasúti részvénytársaságot, ez a Pusztaszentmihályi közúti vasút társaság volt, azt hiszem, nem vagyok benne biztos a pontos nevében, ugye akkor még Pusztaszentmihálynak hívták, és 1893-ban kiépítették a lóvasutat Nagyiccei hévállomástól, akkor még hát most elfelejtettem, hogy milyen telepnek hívták, Szent, nem jut eszembe. Na mindegy, tehát nem az volt a neve, mint most. Egyébként többször változott a Nagyiccei hévállomásnak a neve. József főherceg telep, azt hiszem, akkor nem Szent. Többször változott egyébként a Nagyiccei állomás neve, Cinkota Nagyicce, Cinkotai Nagyicce, Sashalom Cinkota Nagyicce, így is hívták, és ma mára letisztult, és csak Nagyiccének hívják. Egyébként a névadó Nagyiccei csárda az már nem létezik sajnos, azt hiszem a 90-es vagy a 2000-es években lebontották. Na de ne azokkal a területekkel foglalkozzunk, hanem most ezzel. 1893-ban megépült itt a lóvasút, keskenyom közül 760-as, olyan, mint a felcsúti, vagy mint az úttörővasút, gyerekvasút. Úgyhogy csak éppen nem gőzmozdony, meg dízelmozdony húzta a vonatokat, hanem bizony lovak. A végállomás az itt volt, az Ilona utcánál, a mai Pálffy János téren, és itt kovács műhely, ugye istállók, végállomás, kocsiszín épült. Hát az első időkben három darab nyitott kocsival közlekedtek, bizony télen is, úgyhogy olyankor nem volt lehetett túl kellemes az utazás, igencsak fel kellett öltözni hozzá, de hát akkoriban ugye a villamosokon sem volt fűtés, a héven azon igen. Úgyhogy ez volt a különbség az ugyanolyan villamos és hévkocsik között, ahol ugye jártak villamos formájú, meg olyan kialakítású hévkocsik, ugye ez volt a különbség, hogy a villamosban nem volt fűtés, a hévben meg igen. Na, bár a nagyon régi hévkocsikban a fene tudja, hogy mi volt, ezekre nem terjed ki a tudásom. Na és akkor nézzük itt kicsit a teret. Nézzük meg itt a tér, ilyen sugaras irányba mennek ilyen kis sétányok. Egyébként nem egy nagy tér, egy kicsike, de kis kellemes terecske itt a kertvárosban, Rákosszentmihályon. Sugár irányban mennek ki a kis sétányok, és akkor itt a térnek a központi pontján, itt a játszótér mellett megbújva van Pálffy János szobra, aki 1855-től 1947-ig élt, és egyébként Rákosszentmihályi lokálpatrióta, többek között az ő nevéhez is fűződik ez a bizonyos lóvasút. Ő egyébként a 8. kerület adóhivatalának az elnöke volt, és Almási gróf, azt hiszem, neki a valamilyen pénzügyeit intézte, és ezért cserébe kapott itt területeket, de ő azt nem tartotta meg magának, hanem a településnek, a falunak, Rákosszentmihálynak adományozta. Időközben egyébként Rákosszentmihály azt hiszem a 1900-as évek elején, talán 1902-ben önálló településé vált, levált
Csömörről, és önálló közigazgatást kapott. No, és hát Rákóczi Szent Mihálynak egy jeles lokálpatrióta képviselője volt Pálffy János, és őról nevezték el ezt a teret, aminek egyébként érdekessége, hogy többször átnevezték a teret úgy, hogy tulajdonképpen mindig ugyanarról volt elnevezve, ugyanis Pauler János volt az eredeti neve, és magyarosította Pálffyra, és egy L, F és pontos I-vel írta a nevét, viszont a érdekes módon a tér elnevezésénél bizony helyesírási hibákat vétettek, rosszul írták le a nevét kétszer is, először 2LFY-nal, aztán 1L2FY-nal írták a térnevét Pálffy térként, és végül azt hiszem valamikor a 2000-es években kapta meg a mai nevét, a Pálffy Jánosnak az igazi nevét, és most már ugye a teljes nevét kapta meg a tér, tehát nem csak Pálffy tér, hanem Pálffy János tér, és 1L1F pontos I-vel. Itt közben található egy ilyen honfoglalás emlékmű, 896, és egy kereszt, hát nem tudom, akkor még nem voltunk keresztények, de hát nekem hót mindegy. Kicsit így furcsának tartom a honfoglalás emlékművön a keresztet, de lehet, hogy csak nekem furcsa. Lehet, hogy a többin is van, csak eddig nekem nem tűnt föl, vagy ezen túl hangsúlyos. Ugye egy viszonylag minimalista emlékmű. Mindjárt visszamegyünk rá a kamerával, csak közül megnézzük a Rákos Szent Mihály és a zászlaját és a magyar zászlót. És akkor szépen visszamegyünk így az emlékműre. Egy eléggé minimalista, és ezen pont az egyetlen dolog az évszámon kívül, ugye a kereszt, ami így egy kicsit engem bántani nem bánt ugyan, de egy kicsit fura, és itt pedig a 1896-ot ír, de ott nincsenek meg a betűk, hát ezek szerint gondolom bronz vagy rézést lelopták, itt pedig ugye a kis Magyarországot mutatja, az meg azért furcsa, mert 1896-ban meg még nagy Magyarország volt, úgyhogy kis furcsaságok vannak ezen az emlékművön, de egyébként jó pofa, és nekem tetszik, kellemes, és arra alkalmas, hogy itt meg lehessen emlékezni a honfoglalásról, és akkor nézzétek meg, hogy milyen szép öreg árnyas fák vannak. És közben a srácok ott rúgják a bört, meg hát ugye a játszótér is be népesül így vasárnap délután, amikor ezt a videót felveszem. Szóval nagyon érdekes itt a környéknek a története. Én még mesélnék egy kicsit a lóvasútról, aztán, mert ugye a téren azért annyira nincs mit bemutatni, tehát nem annyira szerteágazó ugye a története. Ugye a lóvasút az szépen működött, viszont 1911-ben a B-hév meghosszabb, vagyis hát szárnyvonalat épített a kiágazva Nagyice állomásnál a hévvonalból, és az bizony ide, Rákosszent Mihályra vezetett, és amit a videó elején mutattam, azt a bekanyarodó kis sávot, azon fordult, hiszen ezeken a szűk íveken nem tudott volna befordulni a hév, amilyen szűk kereszteződések egyébként itt a többi ponton vannak. Ugye ez konkurenciája lett tulajdonképpen a lóvasútnak, szerettek volna a lóvasút tulajdonosai, meg a Rákosszent Mihályiak, illetve a környék telepei előre menekülni, és az volt a terv, két évig egyébként párhuzamosan közlekedett a lóvasút a hévvel, és az volt a terv, hogy akkor, mivel a belső szakasz már nagyjából, bár nem ugyanazon az utcán mentek, nem is tudtak, tehát át is kellett helyezni a lóvasút nyomvonalát, amikor a hév megépült, de
de tulajdonképpen a hév kiszolgálta már azt a területet, amit korábban a lóvasút, és előre szerettek volna menekülni, hogy például Árpád föld felé meghosszabbítani a lóvasutat, de aztán itt különböző viták, meg üzletrészek, adásvétele, stb. Kapcsán ez végül húzódott, és aztán az első világháború meghiúsította ugye ezt az építkezést, és 1913. júniusában megszűnt egyébként a forgalom itt a lóvasúton, és felszedték a vágányokat, a sínek azok valamilyen cinkotai üzembe kerültek, még egy karikatúra is született, amin hát elég durva, hogy az egyik oldalon a lóvasút megszűnt, a másik oldalon meg ott darabolják a lókolbászt. Úgyhogy viccesen fogták föl a dolgot az akkori karikatúristák, vagy akkori zsurnaliszták. Hát a lóvasút megszűnt, a hév az nagyon sokáig egyébként egészen a metró megépítéséig közlekedett, bár annak is változott a nyomvonala, volt ugye Rákos Palotára közlekedő vonal is, amiből aztán később villamos lett, ami aztán később megszűnt, de ez már egy másik történet, majd a hév történetével is fogunk foglalkozni, most ezt a kis terecskét szerettem volna nektek megmutatni, és így röviden belekóstolni a lóvasút történetébe. Szóval ma ugye itt a 16. kerületnek a közlekedése az nem túl változatos, ugye autóbuszjáratok szolgálják ki, és a H8-as, H9-es hév, de korábban nem volt ez mindig így, ugye szerteágazóbb volt a hévhálózat, és még lóvasút is közlekedett. Ja, annyit elfelejtettem mondani a lóvasútról, hogy egyébként ez volt Budapest, illetve hát akkor még nem Budapest, mert ugye csak 1950-ben került Budapesthez Rákosszent Mihály, ugye ma a 16. kerület része, viszont a mai Budapest területén ez volt az utolsó előtti lóvasút, ugyanis az 1900-as években a lóvasutakat folyamatosan villamosították, és egyedül a Margit-szigeten és itt maradt meg, hát itt csak 1913-ig, a Margit-szigeten egyébként egészen 1926-ig közlekedtek a lóvonatok. Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Ha nem tettétek volna, akkor mindenképpen iratkozzatok föl, írjatok kommentet, írjátok le a véleményeteket, vagy hogyha van valami sztoritok erről a környékről, vagy a lóvasútról, hát mondjuk a lóvasútról saját sztori nehezen lehet, mivel hogy ugye 110 éve megszűnt. És csapassátok a lájkot, meg a harangocskát nyomjátok meg, hogy értesüljetek a videókról, és azonnal meg tudjátok nézni, ahogy kirakom. Na, sziasztok! Csüssz!